Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt nem Monolról. És itt most először a magjárat fogom majd megnézni, ami ott van szembe. Hiszem az iparvágányról már csináltam egy videót korábban, de akkor a magjárig nem mentem be, csak az oda csatlakozó iparvágányt néztem meg. Hát most bemegyek a magjárba. Ugye azt már lebontották, viszont egy-két épület én úgy tudom, hogy még megvan. Legalábbis megvolt, még egy pár hónapja láttam minden videókat. Most azt fogom megnézni. Hát látjátok, az egykori iparvágány egyébként nem ez, ami mellettem van, hanem ez, ott a szélső, ez vezetett egykor a maggyárba. De rakodóként azt mai napig használják, és látjátok, most éppen ilyen ágyazatkövek vannak itt, igen, mert egyébként a 100-as vonalon most vágányzár van, Üllő és Monor között, és nem is minden vonat jár végig, tehát így most biciklivel jöttem le, úgyhogy majd visszafele arra is figyelni kell, hogy olyan vonatra szálljak, ami végig megy, mert különben Üllőtől, ugye, vagy hát Üllőig, akkor nem tudnék menni, már pótlóbusz van. Egyébként itt egyébként is a rakodót használják, mert én már láttam itt, hogy fát rakottak. Korábban ugye általában nem szállok el modalon, csak átutazok. De láttam itt már azért EOS kocsikat állni, amiben fát pokoltak. És látjátok, az a másik vágány, amit itt követtem, és elkanyarodik az iparvágánytól, illetve ez is iparvágány, csak nem a maggyáré, na az ide vezet. Ez a telephelyre, hát szerintem gabonatároló lehetett régebben, és ott még az egykori oldalrakodó maradványa megvan, a vágány már nincsen. Az nagyjából itt a telep bejáratáig van meg, de már ezer éve nem használták, és most jött el egy vonat, de állnak az autók, szóval jönni fog még egy. Ja nem, hát közben fölment a sorompó, úgyhogy vonatot nem láttunk, viszont itt még megvan a vasúti kiállójelzőtábla, és itt volt valahol, itt ment át még a maggyári vágány, és ez volt a főporttal bejárat, és hát itt terült el. Maga az üzemet azt még az 1900-as években, még a 20. század elején építették, és sokáig az egyetlen maggyár volt az országban. Hogy mikor zárt be, arról információim nincsenek. Ilyen hirtelen döntöttem el, hogy ezt most megnézem, és nem googlisztam utána, viszont 2006-ban sem működött már, úgy tudom. De 2006-ban kezdte, amikor a 100-as vonalat először elkezdték rendbe rakni, és modorállomást is átépíteni, akkor épült ki az aluljáró is. Akkor még visszakötötték ide a maggyári vágányt, és az állomásba is bekötötték. Jó, nyilván azért, mert a rakodónak használták, de ide is még visszakötötték, és akkor még megvolt. Sőt, de majd fogok ide bevágni képeket a Google utcanézetből, de én úgy emlékszem, hogy még a 2011-es utcanézeten is megvan. Itt pedig egy Üllőmonor járat. 580-as volámos járat, és megvannak még a sidek, de ezt közelebbről megmutatom. Tehát ott látjátok átérve, hogy kirakták az ütközőbakotot a rakodó végéig, viszont fizikailag a vágány az megvan. Csak már nem járható, és az útból se szedték ki akkor mégse. Csak onnan nem láttam ezt, de megvan. És ami miatt így gondolom, hogy az gabonatároló lehetett régebben, hogy az az épület, az régebben egy malom volt, ugye. A neve is megvan, egy Malom Center, hát most tudjátok, hogy kis gép volt, szervíz is van benne, hamburgeres, kávézó, tehát hasznosították az épületet ilyen szolgáltatóit, meg kereskedelmi célokra. Hát most gondolom sajnos, hogy most olyan helyzet van, hogy valószínűleg semmi nincsen miatt nyitva. Maximum a kisgép volt, mert az már ugye nyitva lehet. Most így a négyzetméter alapú korlátozás óta. Látszik is rajta, hogy ez egy malom épület volt. És hát a magjározat arra fele van, de hát érdem van még egy-két épület, azokat voltam majd megnézni, mert... Látjátok, ez volt a főbejárat, meg a porta. Amennyire be tudok így kamerával lesni. Jaj, tudom, nem tudok bemenni. Mentem a szűtőszekrény, meg ugye a gázkonvektornak a szellőzője. Úgy megmaradt, hát valószínűleg a gázkonvektor az nincs meg, de itt volt az ablak alatt. Hát ott még egy konnektort látok, nem minden más kipakoltak. És ezt nézzétek, még az egykori iparvágány az itt van. Egészen idáig vannak sinek. Ott tűnik el a gazba. Megpróbál még arrafelé is megnézni, és közben megint le van zárva a sorompó, úgyhogy valami jönni fog.
ott ér véget a vágány. Már az látszik, hogy egykor még folytatódott itt tovább, sőt szerintem volt kiágazás is belőle egy pászol, mert ez a betonplac is szerintem rakodó volt. És ott a háttérben van még egy pár épület, azokat fogom megnézni. Látjátok, az épületekből ennyi maradt meg. Ott egy fát, azt kivágtak, és szerintem az elég friss vágás. Meg itt van egy rom. Ez viszont már nem annyira friss, ezt már korábban lebontották, vagy magától összetölt. És itt az első épület, ha mindjárt megnézem belülről is. Sok érdekességet itt nem találunk. Hát mindegy, urbexezős videó, az Szent Király szabadja óta nem volt, hát most lesz megint. Egy csomó széna be van holtva. A fényképezőgép meg nem találja a fókuszt. Hát, ennyi. Itt a következő helyiség. Hát ilyen nyílászárókat már ellopták, vagy kiszedték. Ennyit sikerült már kideríteni. Nem volt valami nehéz dolog. Aha, és ott is volt egy bejárat egykor. Ezt mutatom. Ott egy kifli. Valaki itt hagyott egy fél kiflit. Egyébként... Hát, hogy van a még épületben lakik valaki. Úgyhogy majd lesz, majd óvatosabbak is leszünk. És itt szerintem ott inkább az a nagy épület lehet az, ahol ha van lakója. Na, így néz ki az épület kívülről. És itt az épület másik vége. Ott is lehetett egy épület, de azt már lebontották. Sőt, az egy kémény, tehát ott itt lehetett a kazánház. Hát akkor látom, errefele már nincs semmi. Ott viszont még vannak ott üresen álló épületek, azokat még megnézem. Meg majd csinálok innen egy pár képet, innen jobbak a fények. Hát ez is egy... valaha egy épület volt, hát ennyi maradt meg belőle, a falak. Az is csak egy oldalt. Ami viszont érdekes, az majd itt lesz. Majd szét fogok nézni, de nem, először inkább elmegyek arra. És ezek itt a leghátul lévő épületek. Ez lehetett valami kazánház féleség ott a kéménnyel. És majd ezt is meg fogjuk nézni. Hát így nyilván így hátulról haladok előre. Így egyszerűbb. Nézzétek, hát ez a graffiti az egész. Ezért igényes lett. Van itt egy pár közérdekű közlemény a falon. Igen, ott volt egy kalalámpának a helye szerintem. Ott pedig a kályhának a... Tehát a kályhacső ott volt kivezetve, és itt lehetett egy kályha. És itt a másik része az épületnek. Hát. A plafon az már elég jó állapotban van. Közben feltámadt a szél, már csak ez hiányzott. Hát. Nem tudom, hogy ez a két helyiség lehetett. Graffiti. És itt volt egy másik kijárat. Hát itt is, és valaminek itt vannak a romjai. Van egy elkopott graffiti a falon, nem tudom elolvasni. Itt volt egy másik bejárat, és még ott van még egy. Megnézzük ezt. Itt meg valami konyha lehetett szerintem. Nagyon ki van csempézve. Aha. Ez konyha lehetett itt ilyen mosogatókkal mindennel. És itt voltak közfalak, és azokat lombolták le. Aha. És itt is közfalak voltak.
egy újabb közérdekű közlemény. Közfalak meg itt már nincsenek. Hát ilyen egy forgószék és nagyon sok fett palasz, viszont van gráfit is. És egy lámpa, ami megmaradt. Linoleum. Feltéve, hogy visszakapjuk a fókuszt, mert a kamera alkalmazkodik a fényviszonyokhoz. Ott egy sezlony matrac. Sezlonyból van, ott leégett fotel, meg még egy. Ott pedig már nőnek ki a növények az ablakon is. Albani geng. Végül is itt semmi baj a graffitivel, pont az ilyen helyeken. Ide való, sehát vagy dugó. Ez szerintem szolgálati lakás lehetett az itt régebben, mert ezek lakóépületek. Vagy irodák voltak, vagy iroda, vagy lakóépület. Esetleg, hogyha valaki úgy gondolja, akkor felhívhatja ezt a telefonszámot is. Belesünk ide is. Egy-két üzenet a falon. Villanyvezeték. Hát egyébként azt is elkezdték már lopni, és szaggatták ki a falból, de csak eddig jutottak. És ezért... Na, még akkor lessünk el erre. Hát jó, hát itt egyenlőre ennyi. Ilyen nagy zárók viszont itt sincsenek sehol. Azt egyébként el tudom képzelni, hogy az, amikor bezárt a gyár, akkor azt még akkor kibontották. Úgymond, hogy mentsük, ami még menthető. Akár az itt dolgozók közül is, amikor már lehetett tudni, hogy vége a dalnak. Sose lehessen tudni. Voltak egy-két ilyen üzemfelszámolások, hogy beavatottak azoktól, tudták, hogy hamarosan vége a dalnak, aztán amit lehetett, azt még akkor haza kellett gyorsan lopni. Hát ugye ezt még ott a rendszerváltás környékén, ezt még könnyebben meg lehetett tenni. Hát, jó, még elmennek az épületnek a másik felét, megnézem, aztán majd elmennek is, mert és körülbelül a feléig tudtam elmenni. Ez viszont már biztosan a kazánház lehetett. Ide most, ha nem haragszotok, meg nem fogok lemenni. Igazából a csubán kívül nincs itt semmi. Hát és akkor ez ennyi. És itt jöttem ki a másik oldalból, tehát még az a helyiség van. És már csak azért is ez lehetett a kazánház, mert ott van a jelzés a gázbekötésről. Sőt, még a gázcsonk is ott van. Ohó, na ezt én nem is láttam. Itt van a gázcsonk, és ráadásul ez ipari. Tehát nem az a hagyományos vékony vascső, amivel a gázbe vezetik egy egyszerű lakóházba. Ez a nagyobb átmérőjű vastag. Tehát ilyen ipari kazánokhoz, meg a nagy fogyasztókhoz megy ilyen. Igen. És az a gúle pedig az villámhárító tartója, azt tudom, mert a társasházak tetején is láttam már ilyet. Az a villámhárító annak a fényvezetékét tartja. Hát, hogy itt mi volt, azt továbbra se tudom. De ezzel nagyjából ki is van végezve a teret, mert azt a épületet megnéztük, azt is félig, tehát még azon az ajtón bemegyek, és nagyjából ennyi. Itt viszont tuti, hogy vagy lakik, vagy lakott itt valaki. Ez az 100%. Ugyanaz üzemeltet el minket a vonaton hazafelé.
Hát ezt így nem bírom. Nem biztos, hogy tudom, mi lesz a szöveget értelmezni, most így kapásból hirtelen. Belesünk ide is. Csoki mambó. Itt biztos, hogy lakott valaki. Vagy lakik is, csak nincs itt. Semmi, csak egy kis törmelék. Hát akkor direktig is. És itt sincs semmi érdekes, nem mint hogyha bármire is számítottam volna. Hát akkor ez a maggyári bejárás ennyi lett volna. Hát volt egy kis urbexelés benne, meg némi vonalbejárás, igaz, hogy az csak az első fél percben kb. De ez vár, most megnézzük. Van egy pár üres épület, egyébként az a hír járja, hogy le fogják őket bontani. Hát ezekért valóban nem lenne kár. De hogy mit terveznek a helyére, arról nem tudok semmit. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, majd a legközelebb videóban találkozunk. Ennyi, sziasztok!